A Szent Istváni alappillérek soha nem voltak olyan igazak, mint manapság. Szent István az államalapításkor az igazságosságra, a megélhetésre, a tisztességre törekedett, és úgy gondolom, hogy abból a mélypontból, amiben mindannyian vagyunk, hogyha mindenki a maga szintjén most is az igazságosságra, a megélhetésre, a tisztességre törekszik, akkor van kiút, hiszen mindig csak egymásra számíthatunk, és ha meg fogjuk azt érni, hogy a rendőr az mindent megtesz azért, hogy rend legyen, a pedagógus az mindent megtesz azért, hogy a gyermekeinkből minél komolyabb embert neveljen, ha vállalkozó boldogan végzi a munkáját, és ha mindannyian érezzük, hogy fontos részei vagyunk ennek a társadalomnak, akkor valahol mindannyian államalapítók vagyunk, egy új korszaknak az államalapítói, és azt hiszem, hogy ahogy Szent István üzenetében folyamatosan kiérezni, hogy egységre van szükség. Ahogy az elmúlt 1000 év arról tanúskodott, hogy bajban, az egységbe mindig, ha összekapaszkodtunk, az volt a kiút, manapság is ez igaz, ahogy Vas Albert mondta, egység kell közénk, egység az is, ha mindannyian egyet akarunk, és egység az is, ha mindannyian másként akarjuk ezt az egyet.